hitének igaz plántálója, bálványozásnak eltávoztatója és elrontója. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Isten hozott mindannyiunkat a mai ünnepünkön, amikor ország alapító szent királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk, az állam alapításra, az új kenyér megáldásában, valahol az Isten gondviselő, kegyelmi segítségét, támogatását kérjük a jelen helyzetben népünkre, országunkra, nemzetünkre. Szeretettel köszöntöm Domonyi László polgármester urat, alpolgármester urat, képviselő urakat, rendőrkapitány urat. Isten hozott mindenkit. Kedves testvérek, a mai szentmisénk evangéliumán fölbátorodva kérjük Istent, tisztítsa meg a szívünket és a lelkünket minden emberi gyarlóságunktól, hibánktól, bűnünktől, mulasztásunktól, hogy okos ember módjára Isten igéjét ne csak hallgassuk, meghallgassuk, hanem valahol az életünkkel, a hétköznapjainkban meg is tudjuk azt valósítani. Az Isten igéje ne terméketlen talajba hújjon bennünk, a szívünkben, hanem növekedni tudjon. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőséged. Mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya,
atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt, itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgass meg, fiam, fogadd el szavaimat. Akkor megsokasodnak életed esztendei, megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében, mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Légy áldott, Szent István király! Légy áldott, Szent István király! Minden föld dicsérje Istent, dicső nevének zsoltárt zengjetek, magasztaló éneket mondjatok. Légy áldott, Szent István király! Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről éneket zengjetek. Légy
Így áldott Szent István király. Életet ő ad lelkünkbe, s lábunkat meginogni nem hagyja. Légy áldott Szent István király. Mindnyájan, kik félitek az Istent, jertek, halljátok, elbeszélem, mi nagy csodákat tett vélem. Légy áldott Szent István király. Ajkam hozzá kiáltott, nyelvem dicséretet mondott neki. Légy áldott Szent István király. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borul, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntöttek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alle, alleluja, alleluja. Alle, alleluja, alleluja. Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Alle, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette, szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte tanítását. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek,
ószövetségi irodalomban a bölcsességi irodalomhoz tartozik a példabeszédek könyve, ahonnan hallhattuk az olvasmányt Rita olvasásában. A bölcsességi irodalomnak egyik kedvenc képe, hasonlata az út, az úton járás, az úton levés. És ezen belül is különösen sokat emlegetik a zsoltárokban is, például rögtön a 150 zsoltárból az első. A két út zsoltára. A két út zsoltárában már maga a szerző így tanít, aki örömét leli Isten törvényében s parancsairól elmélkedik, az az igaz úton jár. Az egyenes úton. Olyan lesz, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem és levelei nem hervadnak el, siker koronázza minden tettét, Isten ugyanis őrzi az igazak útját. A zsoltárt idézve és a példabeszédek könyvét hallgatva, a mai ünnepen különösen is megfogott ez az egyenes út. Ez az igaz út hasonlata, ami nagyon is igaz. Első szent királyunkra, Istvánra. Egyenes úton járni, egyenes jellemmel élni, az igazság, az igaz úton haladni. És valahol erre vagyunk mi is meghívva. A példabeszédek könyve, a zsoltárok tanítása, az nem csak a történelmi személyeknek szólt, nekünk is szól. A jelen pillanatban, akik 2020-ban itt élünk Kiskörösön, hogy egyenes úton járjunk, igaz úton járjunk. Aki igaz úton jár, az rátalál az Isten gondviselésére. És ha el is botlik, nem esik el. Ha el is esik, van akarata és ereje fölállni. Újból igaz, egyenes úton haladni. Ettől válik az ember jellemessé. Ettől válik keresztényé. Kedves testvérek, a példabeszédek könyvében hallhatjuk egyébként az olvasott rész akár lehetne István király intelmeiből is. Annyira szépen összefonódik. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle, őrizd meg, hiszen ez a te életed. Keresztény ember, 20. századi keresztény ember, tartsd meg az Isten tanítását, mert ez a te életed. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. Milyen szép ez a hasonlat. Az igaz ember olyan valaki, aki nem éjszaka, nem a sötétség leple alatt sunnyog, hanem hajnalban indul, amikor egész délig egyre világosabb lesz. Mert az igaz ember, az egyenes úton járó ember, az barátja a világosságnak, aki nem más, mint Krisztus. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testnek. Mit jelent ez a mondat? Gyógyulás az egész testnek? Kedves édesapák, nagyapák, ha önök igaz, egyenes úton járnak,
akkor a következő generáció lehet, hogy eltéved, belefut egy-egy zsákutcába, de vissza fog találni. Kedves édesanyák, nagyanyák, dédnagymamák, ugyanígy igaz ez önökre is. Lehet, hogy elbotlik az ember, elesik, hibát követ el. De aki igaz, egyenes úton jár, annak maga a világosság. Krisztus fog erőt adni arra, hogy fölálljon és járjon tovább, haladjon az igaz úton. Gyógyulás az egész testnek, mert lehet a családomnak olyan tagja, aki bebetéved egy-egy sötét útra. De ha van a családból, aki igaz, jellemes ember módjára egyenes úton jár, emelt fővel jár, akkor őket is vissza fogja segíteni, akik eltévedtek, akik befutottak egy-egy zsákutcába. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát, egyenest előre néz, legyen egyenes a szemed pillantása, egyenges, sima utat a lábadnak. Olyan szépen részleteiben leírja a példabeszédek könyve. Se jobbra, se balra ne tér le az útról, mert az igaz, egyenes út a te életed. Életed, aki Krisztus, aki a világosság számunkra. Szent Pál apostol a Szent Leckében az efezusiaknak valahol ugyanerről ír, hogy a helyes út, az igaz út, az a világosság fiainak, a Krisztusban hívőknek az útja, a lelki emberek útja, akik világos, egyenes, jellemes szavakkal, tettekkel tesznek tanúságot Krisztusról. És a keresztény hívő ember, aki Krisztus követőnek vallja magát, az nem járhat más úton. Mert az Isten fia soha nem járt hazug, hamis utakon. És ha én az Isten fiának a nyomdokába járok, akkor a világosság útján, az egyenes, igaz úton haladok. Szent Pál nagyon szépen tanít, de nem csak szépen, hanem határozottan is. Akik hamis hazug úton járnak, lelkileg eltompultak, kicsapongásra adták magukat, kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek, még el is akarják hitetni, hogy az a normális, és úgy kéne csinálni mindenkinek. Éppen ezért még nagyobb a bűnük, mert nem csak magukat viszik a romlásra, hanem másokat is arra csalogatnak, vagy lögdösnek, vagy csábítanak. De nekünk, Krisztusban hívőknek, Szent Pál egyértelműen leszögezi. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban ő rá hallgattok és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Na, ezt jelenti igaz úton járni. A világosság útján járni, egyenes úton haladni. Megújulni lélekben, az Isten szent lelkében, a szeretet lelkületében. Magunkra ölteni Krisztust, az Isten fiát, aki maga az igazság, a világosság, az irgalom, a kegyelem, a szeretet, a szentség. És elhagyni minden hazug, hamis utat. Kedves testvérek, erről tanít minket az evangélium is. Urunk Jézus Krisztus, amikor szól a tanítványaihoz, azt mondja, ne csak hallgassátok, amit mondok nektek,
elmélkedjetek rajta. Ízlelgessétek. Fogadjátok be a szívetekbe. Legyen ez a vezér fonala az életeteknek. Hasonlítsatok ahhoz az okos emberhez, aki nem homokra épít, hanem sziklára. És a szikla, aki biztos, biztos menedék, biztos oltalom, a legnagyobb vihar közepette is, az az élő Krisztus. Az Isten egyszülött fia. Kedves testvérek, zárásképpen biblikus professzor tanáromnak szeretném idézni néhány sorát. Sotvadkerti születésű professzor dr. Benyik György. Egészen biztos, hogy vannak, akik ismerik is. A mai evangéliumhoz, Szent István király ünnepe alkalmával a következőt írja. Nem olvasom az egészet, csak néhány sort. Sok esetben azt gondoljuk, hogy csak kiemelkedő személyiségek etikai magatartása befolyásolja a nemzetek sorsát. Valójában a nagyok és a kicsik, a nyilvánosság előtt mozgók és a névtelenek, szavainak és tetteinek etikai irányultsága biztosít alapot egy jobb emberi közösség kifejlődésére. A hazugság és a kétszínűség rövid távú sikereket ér el, és azzal is nehezíti a helyzetét, hogy nagy számban termeli ki a hazug és kétszínű embereket. Ezek egymást nehezen tudják etikailag, emberileg erősíteni, inkább egymás alól húzzák ki a talajt. Soha nem az igazak döntik meg a hazugok uralmát, hanem a hazugság belső ellentmondásai ássák alá a legzseniálisabban kiépített rendszert is. A biblikus atya nyilván a mai evangélium okos emberéről és Szent István királyról elmélkedik, és arra szeretne figyelmeztetni bennünket, hogy nem kiemelkedő személyiségektől kell pusztán várni, hogy megoldják a mi szebb és élhetőbb jövőnket. A nyilvánosság előtt mozgók és a névtelenek, mi, az egyszerű emberek. Egyaránt fontos, hogy a szavainkkal, a tetteinkkel kiről teszünk tanúságot. Az okos emberről, aki Krisztusra alapozza az életét, vagy az ostobáról, aki mindenféle ortobágyi déli bábra fölteszi az életét. Tehát mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy milyen lesz a jövője országunknak, nemzetünknek, népünknek. Kevés az, ha mutogatok azokra, akik esetleg magasabban ülnek vagy állnak. Mi, egyszerű, hétköznapi emberek, hogyan sietünk egymás segítségére? Hogyan fordulunk oda a másikhoz? Hogyan közvetítjük számára az Isten erejét, az Isten szeretetét, az Isten irgalmát, azt, hogy Krisztus a világosság és az élet? Ezen múlik, hogy hogyan tudunk alapot vetni egy jobb emberi közösségnek. Kedves testvérek! Kérjük a mai napon a Szentlélek Úristen kegyelmi segítségét, hogy igaz, egyenes úton tudjunk járni. Jellemes emberként, az élő Isten fiát követve, Krisztust követve. Amen.
pedig valljuk meg közösen hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közben járására áldja meg nemzetünket. Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk. Segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel intelmekben buzdította fiát, add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények és magyarok legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent István nem csak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését, adj ifjúságunknak készséges lelkületet az Isten és ember szeretet megvalósítására. Kérünk téged, hallgass meg minket! A te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak. Add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Halála előtt Szent István király a nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta a népét, és annak jövőjét, a mennybe felvett Szent Szűz közben járására, fogad az égi hazába elhunyt testvéreinket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közben járására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Oh.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk, Szent István király közbeni járására, védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi ember, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt most és mindörökké hálás szívvel zengjük és hangos szóval énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, én
irgalmazz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg az örök életre. Krisztus vére őrizzen meg az örök életre.
hazát. Sírva kér két szemünk, irgalmazz mi nekünk. Emeld fel magadhoz nemzetünk. Szeretet fénye ég mi bennünk. Mi élünk, hiszünk és remélünk. Vigyázz ránk, nyújtsd kezed, oltalmazd népedet, az ősi szép magyar nemzetet. Szűz anyánk, szeplőtlen Mária, hozzád száll sok magyar sóhaja. Kérd értünk fiadat, megváltó orunkat, védje, őrizze országunkat. Még igaz magyar él a földön, nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön. Bármi volt, bármi lesz, a magyar, magyar lesz, így éled újjá majd a nemzet. Bármi volt, bármi lesz, a magyar, magyar lesz, így éled újjá majd a nemzet. Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében, védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, Szent Mise záró áldása előtt köszönöm mindenkinek, hogy együtt ünnepeltünk, ünneplünk a mai napon az élet Istenét, ami föltámadt Krisztusunkat, aki maga a világosság, az út, az igazság és az élet számunkra. Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a szolgálatát, akik segítették ezt a mai közös ünnepünket, ünneplésünket, akár a székek kihordását, akár az ünnepi díszítés, az oltár, a kenyér fölajánlás, a bor fölajánlás, az énekkarnak, kántor úrnak szolgálatát, a minisztránsok szolgálatát, a Kiskörösi Művelődési Központnak
a munkatársainak, a televízió munkatársainak a szolgálatát. Urunk Jézus Krisztus is szolgálni jött, nekünk is küldetésünk, hogy szolgálatára legyünk embertársainknak. Mindenkinek hálásan köszönöm, és maga az Isten legyen, aki jutalmat ad érte. És egyúttal szeretném azt is jelezni, hogy most a Szentmise záró áldása következik, utána megkérek mindenkit, hogy énekeljük el közösen majd a himnuszt. Jó? És az énekeljük, azt meg aláhúznám két soron. Tudom, hogy nem vagyunk operaénekesek, én is. De a himnuszunk az egyben imádság is. És lehet, hogy nem megfelelő színen, meg skálán, meg nem tudom, hogy, de az biztos, ha szívből jön, az Isten dicsőségére az neki tetsző lesz. És ezzel a záró imánkkal, énekünkkel egyben meg is kezdjük a városi megemlékezésünket is. Úgyhogy mindenkit marasztalnék még egy kis időre. Az ünnepi megemlékezésnek része lesz majd a kenyér és a bor, szentelés, áldás, és utána pedig ott az asztalokon, akik hátrább ülnek, azok látják is ezeket az asztalokat, szeretettel várják a kedves testvéreket az ünnepi megáldott kenyérből egy-egy kis falatkára, egy-egy korty borocskára, hogy egy kicsit ilyen kötetlenebb formában is, egy kis időt együtt töltve tudjunk a mai napon ünnepelni, együtt lenni. És pedig akkor megkérem a kedves testvéreket, álljanak fel, fogadják a Szentmise ünnepélyes záró áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket mennyei atyánk, és őrizzen meg az egyetemes keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Amen. Jézus Krisztus, a mennyei atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát. Amen. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békességben éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Amen. És így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szentmise véget ér, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.
Kedves testvérek, foglaljanak helyet. Fölkérem Domonyi László urat, városunk polgármesterét, mondja el, ossza meg velünk az ünnep alkalmával gondolatait. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt jelenlévők! Augusztus 20-án, országunk születésnapján, minden évben együtt dobban a magyarok szíve, és közösen éljük át ennek a pillanatnak a szépségét, magunk elé idézve István királyunk életművét, a keresztény és független magyar államiságot, amely immár több mint 1000 esztendeje állja a történelem viharait. S bár a Teremtő nem kevés próbatétel elé állított bennünket az idők során, az ész, erő és az oly szent akarat mindig további küzdelmek felé vezettek minket, és a meghívott harcok után visszatekintve büszkén mondhassuk, él nemzet e hazán. Való igaz, amikor visszatekintünk a múltba, számos olyan pillanat tárul elénk, amelyek felidézése kapcsán joggal gondolná az ember, szinte isteni csoda, hogy ez az ország ennyi időn át megmaradhatott. 5 évszázaddal az államalapítást követően Mohácsnál seregeink súlyos vereséget szenvedtek a hódító oszmán birodalomtól, ezzel függetlenségünk hosszú időre elveszett. A 3 részre szakadt ország népe szó szerint az életben maradásért küzdött, miközben földjén állandósultak a háborús állapotok, elpusztítva a középkori magyar királyság építészeti és kulturális örökségeinek színe javát. A felszabadító háború és a török kiűzése a várakozásokkal ellentétben nem hozott szabadságot a népnek. A Habsburgok Magyarországot hódításként kezelték, s akkor is aként is bántak vele. Ezen sajnos nem tudtak változtatni sem Rákóczi kurucadai, sem Kossuth szabadságharcosai 1,5 évszázad múltán. Az a bizonyos 1867-es kiegyezés pedig inkább jellemezhető kompromisszumként, hiszen az ezt követő békeévek fejlődése és gyarapodása jelentősnek mondható ugyan, mégis az ország sorsát ismét idegen érdekekhez láncolták. Az első világháborút mutatta meg a legpontosabban, hogy mindezért milyen árat kell fizetnünk. Ebben a pusztító világégésben a régi birodalom elvérzett, magyar bakák százezrei estek áldozatul a viharnak, amelyet nagyhatalmi érdekek miatt kellett állnunk, de amely a régi nagyhatalmak alkonyát hozta el az új világba. Kiskörös 418 hős fiát vesztette el ebben a háborúban. Mikor aztán eljött a várva várt pillanat, és újra visszanyerhettük függetlenségünket, éppen 100 esztendeje, a győztes nagyhatalmak aránytalanul súlyos árat szabtak föltételül számunkra. A magyarságnak le kellett mondani a történelmi országáról, és el kellett fogadnia, hogy a magyar emberek harmada idegen államok fennhatósága alá kerüljön. Igazságtalan rendezés volt, amely belesodorta az országot a második világégésbe, amely az előzőnél százszorta pusztítóbb vérzivatart hozott ránk. Kiskörös ebben a háborúban 243 fiát volt kénytelen feláldozni. Ráadásul újfent idegen megszállók uralma alá kerültünk. Előbb a németek,
majd a kommunista Szovjetunió seregei léptek hazánk földjére, utóbbiak 4 évtizeden át birodalmuk összeomlásáig velünk is maradtak. Tisztelt ünneplő közönség! Való igaz, a múlton változtatni már nem tudunk, de azért példaként legyen ott a szemünk előtt, amikor a jövő dolgait fürkészszük. Szent István keresztény alapokon nyugvó, erős államot épített, amely kiállta ugyan az idők próbáját, de az előbb felsorolt történelmi tabló is rávilágíthat arra, hogy mindez csupán azért volt lehetséges, mert a benne élők hittek abban az országban, és az egyéni érdekeiket képesek voltak háttérbe szorítani, és a tágabb család, a közösség céljaiért lelkesedtek, valamint készek voltak tenni is értük. 1848-ban egy emberként tódult főúr és földműves, Kossuth és Petőfi zászlaja alá, hogy kivívja hazája függetlenségét, de említhetném azt is, amikor, ha nem is egy emberként, de jelentős kompromisszumokat vállalva, sorakoztak fel a magyarság széles rétegei Bethlen István miniszterelnök mögött, hogy a Trianonban szétszakított haza romjain egy új országot építsenek fel. Emellett pedig, higgyék el, legalább ennyire szép példája volt az összefogásnak, az a közelmúlt járványhelyzete alatt tanúsított fegyelmezett szabálykövetés, amivel sikerült elejét venni a koronavírus tömeges terjedésének Magyarországon. Tisztelt kiskörösiek! Napjainkra, 30 évvel a rendszerváltozás után, sajnos azt is meg kell tapasztalnunk, hogy mennyire veszélyes dolog tud lenni a szabadság, amennyiben gyakorlói szabadosságként élik meg, s jogaik mellett megfeledkeznek a kötelességeikről, mind saját életük, mind a közösség irányába. Pedig a példa ismerősen kellene, hogy csengjen. Móricz Zsigmond jellemezte úgy az osztrák-magyar monarchia világát, miszerint az 1867 után látszólag kultúrát produkált, de egy olyan kultúrát, amely idegenül nőtt a magyarság fölé, amelyből hiányzott a nemzeti cél és összetartozás. Hiányzott bármiféle önálló magyar élet vezér gondolata. A magyarság ezért elaludt, kihalt belőle a hazaszeretet és a sorsközösség tudata. A magyar értelmiség hűtlen lett. A magyar paraszt magára maradt. A magyar kisiparos szétzüllött. A magyar gyári munkás nemzetietlen szocialistává vált. Több mint 100 év távlatából mi már látjuk, pontosabban mondva, látnunk kellene, hogy egy ilyen társadalom hogyan birkózik meg a krízis helyzetekkel. És nem túlzás kijelenteni, hogy a leginkább sehogy. Saját belső széthúzása és megosztottsága közepetre észre sem veszi, hogy a külső, idegen érdekek játékszereként nem ura többé sorsának, döntéseit képtelen felelősségteljesen meghozni, helyzete pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik. Azonban a legnagyobb tragédia, hogy amíg eleink küzdelmek eredményeképpen kellett tűrniük akár az ország függetlenségének elvesztését, addig ma akadnak nem kevesen, akik mindezt önként vállalnák, hivatkozva
az egyetemes szabadságra, amely valójában mindennek a szélső értéke, s amelyet önfeladásnak nevezünk. Való igaz, hogy a mai generációknak nincs világháborúja, nincs elnyomó, totalitárius rendszer a fejük fölött, amely ellen fegyvert kellene fogniuk. Javaslom, adjunk hálát az égnek, hogy ezt így mi most itt kimondhatjuk. Vannak viszont másfajta kihívásaink. Beszéljünk akár a klímaváltozásról, a koronavírus járványról, vagy az európai integráció további lehetőségeiről. De ezeknél is ugyanúgy igaznak látszik, hogy a problémákra csakis egy erős, egységes, az országért és a magyarságért tenni kész társadalom tud megoldást találni, amelynek tagjai az önös és egyéni politikai érdekek helyett a közösségért munkálkodnak. Mi kiskörösiek megtanultuk az alapító Vattai család jelmondatát. Egységben az erő. Emellé pedig tegyük oda a Szent Istváni gondolatot, a keresztény alapokon nyugvó Magyarországot, amely bár réginek tűnhet, hiszem, hogy a magyarság számára ennél hatékonyabb elvet azóta sem találtak ki. Ezért ünnepeljük meg ma is országunk születésnapját, s ha ezt szem előtt tartjuk, ünnepelhetjük még nagyon sokáig. Kodolányi János szerint meg kell érteni az embernek, hogy nem véletlen hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét. És nem véletlen, milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie és vállalnia kell. Boldog születésnapot, Magyarország! Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen polgármester úrnak gondolatait, és pedig felkérem Supka Évát, hogy egy saját szerzésű versét ossza meg velünk, amely egyben már egy kicsit ráhangol minket a kenyér szentelés szertartására is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Százezrek ajakán hallik az ima, a fohász, a templomi csendben ébredő kovász Isten tenyeréből. S a lélek könnyeinek áztató esője a kalásztalan búza halk temetője mélyén súgja a feltámadást. Készíts hát számadást. Miként vetettél, azonképpen aradsz. Tápláló morzsa vagy élettelen kovász maradsz. Rajtad áll. Miként őrzöd a magokat, ajkat köpenyében. Miként veted el életed zajló tengerében. Miként műveled félve és vigyázva, gyarlóságtól, félelemtől, bánattól igázva. Legyen áldott, ki feltöri helyét a magnak. Ki egyaránt ad sarlót kicsinek és nagynak. Ki táplálja, élteti, kalászát növeli a bő aratásnak. Neked és nekem is, mindenki másnak. Ki ébreszt hajnalonta, hogy pirkad a reggel, és segít, hogy munkád soha ne siessd el, és letörni homlokot fáradt harmatát, töreket, szalmát, végül lisztet ád. Ropan a parázs a kemence ölébe, már hajlott lélekkel borulsz kebelére, megmunkáltad magad. A sós könny megédesült, és bár kérges a tenyér, de megérte, megtestesült, íme a kenyér. Köszönjük szépen a
vers gondolatait, tanítását, és pedig megkérném a kedves testvéreket, szíveskedjenek felállni. Az új kenyér és a bor megáldása következik. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és mi kiáltásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma, ez évben kapott ajándékotként, oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogad, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Urunk Istenünk, szenteld meg ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent nevet segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a kenyérre és borra, és mindazokra, akik azzal Isten szándéka szerint élnek, és ez az áldás maradjon velük most és mindenkoron. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És pedig fölkérem Kelemen Ildikót, hogy jöjjön, és a szózat elmondásával, szavalásával ajándékozzon meg minket. Maradjunk továbbra is állva. Vörös Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Ágyon vagy verje sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat. És elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.
s népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiált. Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért, az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedel százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország térben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönny ül. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon, e kívül, nincsen számodra hely. Ágyon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Köszönöm szépen Ildikónak is a szolgálatát. Mindannyiukat szeretettel marasztalok, és fogyasszák. Váljék testi-lelki megerősödésükre, így a mai ünnepünk közös zárásaként az új kenyér és a bor fogyasztása. Lelkét nézzed, érdemít így.